6 éves korától követhetjük nyomon Réka kalandjait, aki immár 9 éves kisdiák lett Uzsoki Mária legutóbbi alkotásában. A Réka sorozat 4. kötetét, melyben a kislány különleges kalandjai olvashatóak, nemrég mutatták be a Halis István Városi Könyvtárban. Réka különleges kalandjai Dombalján címmel folytatódik az a sorozat, amely a kanizsai Uzsoki Mária tollából született. Ez egy sorozat, a Réka sorozatnak a 4. kötete. Amikor a pedagógus pályafutásomat aktívan befejeztem, akkor több idő maradt a leírásra, és a sok-sok gyerek élményből összegyúrtam egy kis gyereket, őt Rékának hívják. Ő egy alsótagozatos korú kislány, akintől, ha megkérdezik, hogy mit szeret legjobban, ő azt mondja, hogy nem kérdés, Dombalján vakációzni. És ezekből a vakációkból és az utáni élményekből, kalandokból született a sorozat. A történetek elképzelését egy érettségi előtt álló budapesti diák, Várfalvi Eszter rajzai segítik. Ez már a második könyv, amit illusztráltam, és már nagyon kicsi korom óta ismerem Mária nénit, és nagyon nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy a második könyvre is megkért. A könyv magánkiadásban, ezúttal is a Cupi kiadó gondozásában kerülhetett az olvasók elé. Az egyik legnépszerűbb szerzője a kiadónak, és a leghűségesebb is, nagyon sokat publikál Uzsoki Mária, és ebben a sorozatban, aminek most a 4. kötete jelenik meg, egy csodálatos gyerektörténetet mond el. Ahogy nő velünk a főszereplő, változik a történet, és egyre érdekesebb és egyre izgalmasabb. A talpra esett cserfes kislánya a legújabb kötetben egy több száz éves titok nyomába ered segítőivel, s így bonyolódik igazán különleges kalandba.